Tolnaváros önkormányzatának ciklózáró ülésén jelentős döntéseket hoztak a képviselők. A város pályázatot nyújtott be önkormányzati bölcsöde kialakításra. Amíg a pályázati elbírálás megszületik, a döntéshozók megelőzve a beruházást a szolgáltatás fejlesztése mellett döntöttek. De addig is valamilyen módon szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a gyerekek ellátása minél kedvezőbb legyen a szülők részére. Ez idáig két helyen három családi bölcsöde működött, és most az egyik úgy döntött, hogy bővít, és ott egy helyen lesz három bölcsi, és a másikon pedig van hét. Tehát gyakorlatilag arról döntünk, hogy a többi gyereket is támogatni, illetve azt a szülőt is támogatni fogjuk napi 1000 forinttal, aki oda viszi a bölcsödébe a gyermekét. Ugyanakkor arról is döntöttünk, hogy aki igénybe veszi az állami támogatást, tehát aki pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz, mert erre is van lehetőség, azokat nem támogatjuk, hiszen ez egy olyan nagy összegű támogatás, hogy a kettő együtt gyakorlatilag jövedelemtermelővé tenni a szülőnek azt, hogy bölcsödébe járjon a gyereke. Nyilván valamennyit neki is kell fizetnie kell, úgyhogy arról döntöttünk, hogy azokat nyilván továbbra is támogatjuk, és ez a több egyébként, akik bölcsődei ellátásban részesülnek, de állami támogatást nem vesznek igénybe. Nő a gyereklétszám, nem csak a bölcsődei, bár nyilván ott kezdődik, mert bölcsőbe iratják be először a gyerekeket, de az óvodai gyereklétszám is nő. Tehát hamarosan az önkormányzatnak el kell gondolkodnia azon, hogy hogy tud bölcsődét építeni, illetve milyen más módon tudja megoldani azt, hogy bölcsőde működjön a városba. És aztán ez nyilván majd előbb-utóbb a középiskolába is be fog gyűrűzni. Nyilván én ettől boldog vagyok, mert ezek szerint jó tolnál lakni, hogyha nő a lakosságszám. A gyereklétszámnak a növekedése ugyan fejtörést okoz, de hát ez nyilván olyan probléma, amit kötelessége az önkormányzatnak megoldani. A nullától 5-6 évesig feltűnően nő egyébként a gyerek létszám, tehát nem véletlenül döntött úgy a bölcsőde vezetője, hogy bővít, hiszen óriási sor áll most is. Tehát én azt gondolom, hogy ha mi 24 fővel meg fogjuk nyitni az új bölcsődét, akkor is bőven-bőven lesz a családi napközikbe beiratkozó gyerekek, vagy a magára arra a férőhelyre igény. Tehát én remélem, hogy akár még több bölcsödét is a jövőben tudunk építeni, és nyilván ezt nagyon-nagyon boldogan tesszük is meg. A gyereklétszám növekedése mellett egy másik tendencia is jelen van Tolna életében, mondta Appelszol Fel Ágnes. Egyre többen választják lakhelyül a várost, az utóbbi években elsősorban Szekszárdról és Paksról költöztek számosan ide. Gyakorlatilag minden megvan ahhoz, amit az önkormányzat tehet, amitől jó élni egy városban. Tehát van bölcsődei ellátás, vannak szuper óvodáink, iskoláink, középiskola, sportlehetőség, játszóterek. Amivel nem állunk jól, az a kereskedelmi egységek megléte, vagy inkább nem megléte a városban. Ezen segíteni nem tudunk, nyilván szorgalmazni tudjuk, és én ezt meg is teszem, de az elég nagy probléma, de ez sosem az önkormányzat kérdésével, vagy beleegyezésével kell, hogy megszűnjön, vagy létesüljön. Úgyhogy én megkerestem már is, a jövőben is meg fogok keresni nagyobb kereskedelmi egységeket, hogy esetleg nyissanak itt a környéken üzletet. De ehhez azt kell, hogy mondjam, hogy nem tesz nekünk jót Szekszárd közelsége, mert hogy mondjuk a szekszárdi nagy áruház vagy nagy bevásárlóközpontok is mondjuk 8-10-15 kilométerre vannak a várostól, tehát nem biztos, hogy Tolnán is fognak ilyet építeni. Mi megteszünk érte mindent, de mi nem nyithatunk akár műszaki áruházat a városban. Kamerarendszer kiépítése mellett tette le a voksát a képviselőtestület. A rendelkezésre álló összeg nem teszi lehetővé a város egészének bekamerázását, így meghatározták a telepítés helyét. A terveink szerint a Hősök terét fogjuk bekamerázni még egyszer és sokkal alaposabban, tehát jobb minőségű kamerákkal, mint az korábban volt. Én azért leszögezném azt, hogy a városban rend van. De ugye mondjuk 11 000-12 000 emberből mindig van 1-2-5-10, aki igen hazafelé a buliból lerúgja az utcanévtáblát, fölfeszíti a padot, a játszótereken
tönkreteszi, vagy legalábbis megpróbálja tönkretenni a játszóeszközöket, és azért sorolhatnám, mert hogy nyilván itt is vannak olyanok, akik most, hogy ez alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alapján történik, ezt nyilván nem tudom, de az minden esetre fontos, hogy be tudjuk azonosítani, és talán egy kicsit el is riasztja attól őket, hogy ezeket a vandalizmusokat elkövessék. A rendőrség egyébként folyamatosan mondja, hogy milyen jó lenne, hogyha még több helyen tudnánk kamerarendszert elhelyezni, de ezek nagyon-nagyon drága dolgok, és most úgy döntöttünk, hogy egy-egy helyszínt, de azt alaposan bekamerázunk, mert hogy hiába viszünk le a Dunapartra, egyébként vannak a Dunaparton is kamerák, de kevés, tehát hiába viszünk le egy-egy kamerát, igaziból oda szerintem ilyen 8-10 kamera kellene ahhoz, hogy a teljes egészében meg tudja figyelni. Tehát én azt javasoltam, és a továbbiakban is ezt tartom, hogy egy-egy helyet, de azt alaposan. És aztán akár a felderítésnél, akár még egyszer mondom a visszatartó erejénél fogva, talán egy kicsit a vandalizmus csökkenteni fogja. Bár ez volt a ciklus utolsó ülése, igazán nem volt más, mint az elmúlt öt esztendőben bármelyik, mondta a polgármester. Egy kicsit talán az ember, hogyha lezár valamit, akkor egy picit talán meg is hatódik attól, hogy valaminek vége van. Én minden képviselőnek megköszöntem a munkáját, és egy emléklapot adtam át, megköszönve ezt az öt évet, azt az együttműködést, én azt gondolom, hogy tényleg fantasztikus hangulatot, ami itt működött. Ez nem azt jelenti, hogy mindig mindenben egyetértettünk. Igen, voltak viták, sosem politikai viták voltak, mindig szakmai viták voltak, és azok is legtöbbször már a bizottsági üléseken. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy polgármester lehettem ebben az öt évben, a városban is, és itt a Városházán is.